Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt jelenlévők! A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3. számú országos egyéni választókerület választási irodája nevében nagy tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándor urat, térségünk és városunk újra megválasztott egyéni országgyűlési képviselőjét. Köszöntöm képviselő úr kedves családját is. Köszöntöm dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos urat, újonnan megválasztott országgyűlési képviselőt. Hubay Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Rencné dr. Bezzán Edit, címzetes főjegyzőasszonyt. A területi választási iroda vezetőjét. Szepesi Tibor polgármester urat. Városunk alpolgármestereit, Sári Kovács Szilviát és Gyurcsek Jánost. Köszöntöm dr. Zsembeli József urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottságának elnökét. És a bizottság tagjait. Köszöntünk térségünk járási hivatalainak a vezetőit, valamint a választókerület polgármestereit, jegyzőit és minden kedves vendégünket. Tisztelt jelenlévők, mint ismeretes, 2022. április 3-án volt az országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás. A választási eljárásról szóló törvény szerint az egyéni választókerületi választási bizottság feladata, hogy átadja a választókerület megválasztott egyéni országgyűlési képviselőinek a megbízó levelet.
Felkérem dr. Zsembeli József urat, a Választókerület Választási Bizottságának elnökét, szíveskedjen beszámolni a bizottság működéséről és az országgyűlési egyéni választókerület választási eredményéről. Hölgyeim és uraim, én is tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet és külön a mai nap főszereplőjét. És akkor engedjék meg a jegyző úr által beharangozott tájékoztatómat megtartsam. Mint ismeretes, Magyarország köztársasági elnöke az országgyűlési képviselők választását 2022. április 3. napjára tűzte ki. Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete a 2022. január 27-én megtartott ülésén megválasztotta a Jászlóskun-Szolnok megyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait és póttagjait. Tagok dr. Zsembeli József, dr. Karádi László Péter és dr. Mihály László. Póttagok Pintér Lászlóné és Sipos Ferencné. A választott tagok Karcag város polgármester előtt esküdtettek és átvették a megbízó leveleket. A választási bizottság alakuló ülése 2022. február 16. napján került megtartásra. A bizottság elnökének dr. Zsembeli Józsefet, elnökhelyettesének dr. Karádi László Pétert egyhangulag választotta meg. Ezt követően két megbízott tag csatlakozott a választási bizottsághoz, a bejelentés sorrendjében Domján Sándor Tibor, megbízó jelölő szervezetek Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt, illetve Szudi Antal, megbízó jelölő szervezetek Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, LMP Magyarország Zöld Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt. A megbízott tagok 2022. február 22. napján Karcag város polgármester előtt esküdtettek, ezt követően vettek részt a végül így 5 fős bizottság munkájában. A választási bizottság feladata volt többek között a jelöltek nyilvántartásba vétele, a választással kapcsolatos kifogások elbírálása, a jelöltek szavazólapi sorrendjének a sorsolása, a szavazólapok adattartalmának ellenőrzése és jóváhagyása, az egyéni választókerületi választási eredmény megállapítása. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság működése során 6 ülést tartott, melyeken összesen 22 határozatot és 3 jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozott. A Választási Bizottság 5 fő országgyűlési képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. 1 fő országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele került pedig elutasításra. Az egyik jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozott határozat ellen fellebbezés érkezett a Választási Bizottsághoz. A fellebbezés felterjesztése került a Területi Választási Bizottsághoz, amely a Választási Bizottságunk határozatát helyben hagyta. A bizottság az ajánló ívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt 4 jelölő szervezetet kötelezett bírság megfizetésére, összesen 117.000 forint összegben. A választási eljárás időtartalmat 4 kifogás érkezett a bizottsághoz, a választással irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozva. A választási bizottság egy kifogásnak helyt adott, további 1 kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasított, 2 további kifogás esetében a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság nem rendelkezik a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel, ezért a bizottság által ráruházott hatáskörénél fogva ezeket a beadványokat áttette az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz. Érkezett továbbá 1 panaszbeadvány is, mert szintén hatáskör és illetékesség hiányában a bizottság elnöke áttett a karcagi rendőrkapitánysághoz. A Jászlóskun-Szolnok megyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján összesítette a szavazatokat és megállapította a 2022. április 3-ai országgyűlési képviselő választások egyéni választókerületi választási eredményét, amelyet jegyzőkönyvben rögzített és közzétett. Bejelentem, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületben a választás törvényesen és eredményesen zajlott le. Ezúton is köszönöm
Rózsa Sándor jegyzőúrnak, mint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjének, és a választási iroda valamennyi munkatársának, kiemelten dr. Kapitány Csillának, a választás sikeres és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében végzett szakszerű munkájukat. A választókerület 92 darab szavazóköri jegyzőkönyv adatjának összesítése a következő. A négy jegyzékben és a mozgó urnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma 73.156 fő. Átjelentkezett választópolgárok száma 1660 fő. A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 295 fő. Így a választópolgárok száma összesen 75.111 fő. A szavazókörökben megjelent választópolgárok száma 45.612 fő. Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak a száma 1805 darab. Tehát a szavazó választópolgárok száma összesen 47.417 fő. Urnában és beérkezett borítékban levő lebélyegzett szavazólapok száma 47.362 darab. Érvénytelen szavazólapok száma 710 darab. Érvényes szavazólapok száma 46.652 darab. Ezek alapján ismertetem az érvényes szavazatok számát jelöltenként. F. Kovács Sándor, jelölő szervezetei Videsz Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt, 29.923 szavazat. Halmi Bálint Ferenc. Halmi Bálint Ferenc, Megoldásmozgalom, 468 szavazat. Dr. Lukács László György, Demokratikus Koalíció Jobbik Magyarországért Mozgalom, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, LMP Magyarország Zöld Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt, 13.614 szavazat. Somlai Róbert, Mi Hazánk Mozgalom, 2.426 szavazat. Nagy József, Magyar Munkáspárt, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, 221 szavazat. Ezek alapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő F. Kovács Sándor, Fidesz Magyarország Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, az érvényes szavazatok aránya 64,14%. A bizottság nevében gratulálok képviselő úrnak a megválasztásához, eredményes munkát, sok sikert és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Megköszönöm a Választási Bizottság elnökének beszámolóját. Felkérem, hogy szíveskedjen átadni F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrnak a megbízó levelet. Kérem F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, hogy szíveskedjen az emelvény elé kifáradni és a megbízó levelet átvenni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A választási iroda magam és a jelenlevők nevében gratulálok F. Kovács Sándor képviselő úrnak országgyűlési képviselővé történő megválasztásához. Munkájához sok sikert, jó egészséget kívánok! Bejelentem, hogy képviselő úr kíván szólni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt országgyűlési képviselő úr! Főjegyzőasszony, jegyző úr, elnök úr, választási bizottság vezető úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Én mindig tudtam, hogy nehéz lesz. 24 esztendővel ezelőtt, amikor először tettem önkormányzati esküt
ezek között a falak között, akkor úgy gondoltam, hogy az emberrel nem történhet nagyobb és szebb dolog, mint hogy saját közössége mandátumot ad, pontosabban megbízza őt. Megbízza őt azzal, hogy képviselje a közösséget. Képviselje azt a közösséget, ahol felnőtt, ahol szülei, nagyszülei felnőttek. Azt a közösséget, amely jól ismeri őt minden erényével és minden talán sokkal több hibájával együtt. Mégis ez a közösség úgy dönt, hogy megbíz egy embert, megbíz a közösség érdekeinek képviseletével. És csodálkoztam akkor, 1998-ban, hogy vannak emberek, akik nem csak egy városrész képviseletével vannak megbízva, hanem egy egész választókerület, akár egy egész ország. És joggal felnéztem ezekre az emberekre, hiszen olyan emberek képviselték ezt a választókerületet, akik példát, mértéket és irányt tudtak mutatni mindannyiunknak. Hiszen ennek a választókerületnek előttem voltak olyan képviselői, akik mindig példaképeim lesznek. Ilyen volt Varga Mihály pénzügyminiszter úr, aki több cikluson keresztül ennek a választókerületnek országgyűlési képviselője volt. És hogyha az ő munkáját nézem, akkor mindig meg kell állapítanom, hogy bőven van még mit tanulni, van még hova fejlődni. Mert minden egyes évben, minden egyes hónapban újat és jobbat mutat. És itt volt ennek a városnak a polgármestere, dr. Fazekas Sándor, aki szintén országgyűlési képviselő volt abban az időszakban, amikor én önkormányzati képviselő lettem. És ő is, mint polgármester, egy határozott, jó irányba mutató, a várost szerető és a várost fejlesztő polgármester volt, emellett országgyűlési képviselőként is országos ügyek szószólója és országos ügyek megoldója volt. Majd 2014 és 2018 között ennek a körzetnek az országgyűlési képviselője. Az ő példája, az ő iránymutatása, az ő politikai szerepvállalása mindig a szemem előtt van, és mértéket és mércét ad. Tehát tudtam, hogy nehéz lesz. Tudtam, hogy nehéz lesz ez a munka, hiszen egy olyan közösségnek a megbízását veszem most át, vettem át, amely ismer. Hiszen ebben a közösségben vannak tanáraim, szomszédok, gyerekkori ismerősök, rokonok, barátok, munkatársak. És mondhatjuk azt, hogy saját hazájában nem lehet senki proféta. De annál nagyobb megtiszteltetés, hogy az ember saját közösségének lehet a szószólója, ennél nagyobb dolog, azt gondolom, nincs a világon. Én köszönöm mindenkinek azt a bizalmat, amivel most megbíznak. Azt a feladatot, amit megkaptam, hiszen az ember nem választást nyert, nem mandátumot nyert, hanem feladatot. Azt a feladatot, amely nagyon nehéz, amelynek súlyát ebben a pillanatban is érzem. És talán az embernek rossz napjaiban megvannak a kétségei. Jól csinálom? Megfelelően csinálom? Hiszen ezt a feladatot nem lehet csak csinálni. Ezt a munkát nem lehet csak immelámmal végezni. Ezt a feladatot jól vagy annál jobban kitűnően kell végezni. És az embernek megvannak a kétségei, hogy jól tudja ezt a feladatot végezni. És amikor jönnek a kétségek, akkor körbenézek, és azt látom, hogy jól fogjuk tudni ezt a feladatot végezni. Mert közösen végezzük ezt a munkát, közösen kormányozzuk ennek a térségnek a sorsát.
És közösen kormányozzuk, hiszen az ember a választások után tudja, hogy csak egy kicsi része a választási győzelemben a mandátumnak az ő szerepe. Bár lehet, hogy az ő arcképét tették fel a plakátokra, de egy kicsi része a munkának, a sikernek csak az övé. Mert a munkából és a sikerből közösen vesszük ki a részünket. Közösen a kormánnyal, közösen minden magyar nemzethez tartozó polgárral, minden magyarral, ilyen bárhol a nagyvilágban. És abban bízom, hogy ezt a munkát közösen fogjuk folytatni. Hiszen azok a képviselők, akik elindultak ezen a választáson, bármennyi szavazatot kaptak, bármilyen eredményt értek el, ezt a munkát közösen kell végezni. Tudom, hogy a feladat és a felelősség engem terhel jobban. De mindenkit arra kérek, hogy amikor a választásnak vége, ezt a munkát közösen folytassuk. Közösen végezzük, és azt is tudom, hogy a kudarc enyém lesz, de a siker, amit közösen érünk el, mindannyiunké. Még egyszer köszönöm szépen a bizalmat, köszönöm szépen azt a feladatot, amit a vállamra helyeztek. Én igyekezlek ennek a feladatnak, ennek a hatalmas megtiszteltetésnek és hatalmas tehernek minden porcikámmal, minden gondolatommal megfelelni. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Megköszönöm képviselő úr szavait. Befejezésül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Jászlajkun-Szolnok megye 3. számú országos egyéni választókerület választási bizottsága munkájáért, törvényes működéséért, a területi választási iroda segítő közreműködéséért, valamint a helyi választási irodák munkájáért. Külön köszönöm a karcagi helyi választási iroda tagjainak a munkáját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Fogadják szeretettel rövid ünnepi műsorunkat előadók, a Karcagi Polgármesteri Hivatal Hivadal Énekkara, vezénye Prós Csilla, hangszeren közreműködik Rabzita Mónika Zongora, Székelyné Szabados Anna Mária Hegedű, Urbánné Tóth Klára Cselló, Sebők Lajos Klarinét és Tálogató. Thank you.
Thank you.